következménye bárminek itt, ami... Igen, feljelentjük önöket, igen. A Bécsi úton vagyunk. A mellettem lévő közel 10,5 hektáros telek kerítésén még mindig kint van az eladó tábla. A táblán egyébként jól látható helyen fel van tüntetve a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ ZRT logója is. Ez a terület szintén kulcsszerepet játszik Anonymous kedden nyilvánosságra hozott felvételében. Ezt a Balázs Balázs egyezett meg arra, amit hozták bevővel. Az a Unixos melletti? Amit most adtak a Bécsi úton. Ezt mondta nekem a Zsolt. Ott két telek volt, ez a Tesco-val szemben lévő projekt. A Bécsi úton mész ki vele, akkor jobb kézre volt egy 10,5 hektáros területe a fővárosban. A Balzsolás tárgyatta, de a Zsolt nem beszél nyelvet az osztákkal. Most valami lehetett, mert a Zsolt kicserélt a kocsiját. A kiszivárgott felvételen Gansperger Gyula hallható. Az elhangzottak alapján egyfajta jutalékos rendszerben értékesíthettek több fővárosi ingatlant is. A kiszivárgott hangfelvételen a fővárosi vagyonkezelő mellett Kis Ambrus, Tordai Csaba és Bajnai Gordon neve is elhagyja Gansperger Gyula száját. Tordai Csaba, ő a, azt tudjuk, hogy ezt meg is mondtam, ez a Gordonnak az ember. Tehát ez a Bajnai Gordon. A Tordai Csaba nem pénzezik. Tehát, hogy nincs benne a jutalékos rendszerben, legalábbis... Melyik rész? Ezt nem értem. A jutalékos rendszerben, amit nekem a Zsoltnak kell fizetnem, igen. Az csak a Kis Ambrus felé van. Tehát ez a Kis Ambrus és a Karácsony van mögötte. Tehát a Bajnai Gordonnak az embere a Tordai Csaba. Ő vele nincsen elszámolni valónk. Anyagi értelemben. Minden főpolgármester helyettes kollégámért, tűzbetelt teszem a Kis Ambrus kollégámért is, és pontosan tudom, hogy minden hazug rágalom, amely elhangzott, teljes mértékben valótlan. A főváros vezetése ma rendkívüli sajtótájékoztatót hívott össze, ahol gyakorlatilag a sajtómunkatársait fenyegették. Bejelentette Kis Ambrus, hogy beperlik Gansperger Gyulát, illetve mindent tagadtak. Rágalmazásért büntető feljelentést teszek ismeretlen személy ellen, akit a sajtó egy része legalábbis Gansperger Gyulaként azonosított. De most nekem a Gordon azt mondta, hogy két embert ajánlott be a Gergőnek, mert ők nagyon jóban vannak. A Karácsony Gergő meg a Bajnai. Hát azt tudjuk, hát ők együtt van. Két embert ajánlott be neki, a Tóda Csabát és a Kis Ambrust. Ez következménye bárminek itt, ami... Igen, feljelentjük önöket, igen. Gansperger Gyulától bármiféle pénz érkezett önhöz? Nem fogadtam el senkitől pénzt, nem ismerem Gansperger Gyulát. Tehát Gansperger Gyulától sem érkezett önhöz. Nem fogadtam el pénzt, tehát hogy ebből kifejezőleg ez következik a két állítás egyben.